De tudjátok, mi illik? Bicabot? Alapvetően egy furcsa, rémálomszerű, helyenként kifejezetten fekete humorú világban egy szenvedélyes és végzetes szerelemnek a történetéről van szó. A magyar színház idei évadjának a témája a femme fatale, és olyan darabot kellett választani, ami valamiféle módon felesedezett a toposszal. Angol reneszánsz dráma irodalom, nem csak a Shakespeare, hanem a köréjes rémdráma szerzők, mint amilyen a John Ford is, vagy mint amilyen a Webster, azok hozzá mindig rendkívül közel álltak. A kor, amiben ezek a darabok fogantak, egy végtelenül gazdag, bonyolult és problematikus kor volt, és nagyon sok ponton találkozik a mi korunkkal. Kivétel nélkül mindegyikben van hihetetlenül sok filozófia, rejtvényszerű bonyolultság. A mi darabunk, például a Kokáért, a Kár, hogy kurva, az tulajdonképpen egyszerre reflektál arra, hogy abban az adott korban mit jelentett az emberi test, mit jelentett az Istenhez való viszony, mit jelentett egy felsőbb hatalomban hinni, mit jelent férfinek és nőnek lenni. És ezek a végtelen izgalmas gondolati síkok, ezek egy majdhogy nem Tarantino-szerű, bizarr rémdrámában találkoznak. A darab bizonyos tekintetben egy variáció a Rómeus Júliára, néhány évvel a Rómeus Júlia után született. Csak mert egy olyan Rómeus Júliát kell elképzelni, ahol a két szerelmes testvér. Így hát a lázadásuk az önmagában egyrészt sokkal sűrű tabukat döntöget, mint mindent Rómeus Júlia, másodszor pedig szükségképpen belekerül egyfajta deliancia. Az a közeg, amiben ők vannak, ami Rómeóban, ugye Verona nálunk párma, az pedig a Shakespeare Veronájánál egy sokkal bizarrabb, perverzebb, betegebb, nyugtalanítóbb, szürreálisabb közeg. Passzióból állult a belesküvet. Tépelkozom. Miért? Az én bajom. És észre sem veszed a rád váró veszélyt. Van-e veszély fél akkora, mint a te lázadásod? Hűt le, ugom vagy. Különben tudnád, hogy meghátrálna minden cser, gonoszság, egy humírrácsolásomtól. A sorsot markomban tartom, és megfordítanám az örök idő mozgását, ha te az apánynál egy gondolattal szilárdabb lennél. Ez mi? Tisztességes leszel, ez a nagy dönt. Bátyám. Drága bátyám. Tudd, hogy mi voltam. És tudd, hogy közöttünk és resztünk közt már csak egy vacsorányi idő van. Ez a darab már az elejétől fogva igazából egy borzalom. Tehát ott kezdődik a történet, hogy már a legelején kiderül, hogy ez a két ember szerelmes egymásba. És ez a szerelem aktívá is kezd válni, és egyre inkább a halálunk felé haladunk. Van két ember, hasonlóan őrült ember, aki felvállal egy szerelmet, és azt mondja, hogy nekem ez adatott, ez a sorsom, és ezt végigélem, bármi van. Ó, Giovanni, elrontottad saját erényedet és az én jó híremet. Miért lettél rabja a csillagoknak, még születésemet irányították? Kímélne téged, és egyedül érezném a végtelen tűz kinyait. Én játszom Giovannit, vérfertőző emberkét, aki sok-sok kalamajka után végül úgy dönt, hogy egy út van megölni a testvérét, és elvenni szoránzó bosszúját, és kivágott szívével végig masírozni egy bankettel. És aztán megölni minél több embert, hogy aztán ő is meghallgasson. Egy világi figura próbál lenni. A mentor az a páter, aki mindig megpróbálja visszatuszkolni valami egyházi dogmák közé, és ő ezekből kitör, és megpróbálja elfogadni azt, megpróbálja megvizsgálni magában, hogy mi a nagyobb bűn, a vérfertőzés, vagy elsöpörni a szerelmét. Ahogy így megy előre az őrületébe, minden megkérdőjelezi magát, megkérdőjelezi az egész mindenséget. Itt már nem lehet szerintem szétválasztani az ösztönt a gondolattal, az ideológiákkal, tehát itt összecsúszik minden, és egyszer csak eltökélten elkezd hinni abban, hogy
hogy ennek így kell lenni. Éj vele! Örnégy! Borulj el, aranyom! Tedd éjszakává a délutánt, hogy sugaraid ne lássák a tettet, mely fényedet kormosra feketít. Azt gondolom, hogy ez a lány, hogyha még egy lehetőséget kapna, tudva ezt, hogy mi történt vele, és ha még egy lehetőséget kapna, arra újraélje az életét, ugyanúgy ezt végigcsinálná. Mert különben nem menne bele, és nem élni ezt meg ilyen erővel és kitartással, ahogy végigéli. Ezek az emberek úgy vállalják fel a szerelmet, hogy tudják, hogy mi a vége. Grósabb él is kamrát tudtam föl, mintha ércet aranyat bányáztam volna előtt. Ez egy szív, uraj. Egy szív, mely az én szívemnek sírja lett. Azt hiszem, hogy mind a két korról elmondható egy alapnyugtalanság. Egy olyasfajta érzet, hogy mind a két kor tele van ideológiai harcokkal, miközben nem igazán nyújt kapaszkodót az egyes embernek. Két nagyon nyugtalan és nagyon megcsömörlött korszakról van szó, ahol nagyon sok tapasztalat, nagyon sok tudás és nagyon sok katyfaszos gondolat fölhalmozódott, miközben nem történt meg ezeknek a szintézise, hanem egy űr, egy káosz, egy entrópia van ezeknek a helyén. Ezeknek a történeteknek nagyon mélyre kell nyúlnia az emberben, és megkavarni egy csomó milyen ott fekvő rejlő dolgot. Szokatlan, fiatal halálba hullva, valaki ne mondaná, kár, hogy kulunkat.